Közel 1 milliárd forintból valósulnak és valósultak meg beruházások az elmúlt években a kisbéri Batthyány Kázmér szakkórház és rendelőintézetben. Az idei évben 412,3 millió forintból fejlesztik a kórházat. A forrásokból infrastrukturális diagnosztikai eszközpark és betegbiztonsági fejlesztések valósulnak meg. A részletekről tartott sajtótájékoztatót Cunyiné dr. Bertala Judit országgyűlési képviselő, dr. Magyarósi József a kórház megbízott igazgatója, Sinkovics Zoltán kisbér polgármestere és Prosser Otto a kórház gazdasági igazgatója március 7-én. Én azt gondolom, hogy utoljára talán ilyen körben és ekkora sajtónyilvánosságot is ide vonzó hírrel akkor voltunk itt, amikor a kórház korábbi nagy beruházását, a pszichiátriai fejlesztést adtuk át, viszont azóta, konkrétan, hogyha jobban számolom, akkor a 15, 16 és 17-es években, de leginkább 17-et érintően a kórházba újabb források érkeztek, és nem is kis források. Én azért is kértem ennek a sajtótájékoztatónak a lehetőségét a fejlesztéseken kívül, vagy azoknak a meghírelésén kívül, mert, és itt egy köszönetmondás is lesz, mert azt önök, a kórház dolgozói pontosan tudják, hogy a korábbi főigazgató asszony elpályázott a Váci kórházra, úgyhogy itt történt egy átmenet az év végével, és azt gondolom, hogy a fejlesztések előtt meg kell köszönjem önöknek azt a türelmet és azt a biztonságos ellátást, és igazgató úrnak pedig azt a munkát, amivel átvette a kórház vezetését, és ebben az időszakban kiegyensúlyozott mind költségvetési, mind szakmai szempontból az ellátás, és ezt a betegek és információim szerint a kórház szakdolgozói és orvosi köre sem érezte meg, hogy itt volt egy vezetőváltás. Ez egy nagyon fontos dolog, úgyhogy köszönöm szépen mindazoknak, akik ezt az átvételi és átmeneti folyamatot lemenedzselték annak érdekében, hogy a feladat ne sérüljön. Szummájában, hogyha a lezárult pályázatot is, a 2015-ben lezárult pályázatokat is összeadjuk, akkor annak a 436 millió forintos értékével a 16-17-es esztendőkben érkezett támogatásokkal együtt a kisbéri Batthyány Kázmér kórházban 874 millió támogatást tudott és fejlesztést tudott megvalósulni. Kis túlzással mondhatjuk azt, hogy közel 1 milliárd forintos fejlesztés történt a kórházban, amióta a funkcióváltás és a feladatellátás átalakítása megtörtént. Én két dolgot szeretnék a fejlesztésekkel kapcsolatban kiemelni. Az egyik az, hogy mindenki tudja, hogy a kisbéri kórház nem régi, 11-12 évvel ezelőtt épült, és ennek ellenére elmondhatjuk, hogy töretlen a fejlődés, a fejlesztés, hiszen most is ugye, ahogy hallottuk, közel 1 milliárdos fejlesztés zajlott, illetve folyamatban van a kórházban. A másik pedig, ami szintén elhangzott, de azért én ki szeretném hangsúlyozni, hogy a kórház minden részét érinti ez a fejlesztés. Tehát a leghangsúlyosabban gondolom, hogy a műszer és a gépbeszerzések, de ezen kívül ugye a higiéniai rendszertől kezdve a betegellátáson át minden részterületet érint. Sőt, ugye még én is átolvastam az anyagot és láttam, hogy nem csak a betegekre gondoltak, hanem még a látogatókra is. Ugye lesz egy fedett kerékpártároló, és én azt gondolom, hogy nagy megnyugtatás ez mindenki számára. Még egy olyan gondolatot is szeretnék hozzátenni, hogy az utóbbi időben a magyar egészség ugye a viták keresztüzébe áll, és azt gondolom, hogy ezeket a vitákat legjobban ilyen információkkal lehet lezárni, az embereket ilyen fejlesztésekkel lehet legjobban megnyugtatni, hogyha majd egyszer rászorulnak arra, hogy az egészségügyi szolgáltatásait vegyék igénybe, akkor jó helyre fognak kerülni, és megfelelő szakemberek fogják őket körbevenni. A sajtótájékoztató után az idén megvalósuló beruházásokról dr. Magyarósi Józsefet kérdeztük. Ez a 400 millió forintos keretösszegű pénz, ez pályázati pénzekből, két pályázatból, valamint önerős befektetésből, beruházásból áll össze tulajdonképpen ez a 400 millió forint. Ennek kapcsán elsősorban a főpályázatunk az
a régi épületnek az újjáépítése, illetve karbantartási munkálatainak elvégzésére irányul, ezek időszerűvé és szükségszerűvé váltak az utóbbi időben. Erre sajnos saját keretösszeget, forrást nem tudtunk volna egyébként biztosítani. Már ez a pályázati projekt is biztosít eszközbeszerzésre keretet. Ennek keretében ultrahangkészülék, hólyag ultrahangkészülék, radiológiai készülékek kerülnek beszerzésre, amelyek nyilván ugye a betegellátásunk minőségét fogják majd emelni. A másik pályázat az egy beteg biztonsági pályázat volt. Ennek keretében egy légtisztító rendszer, illetve kézfertőtlenítő rendszer kerül kialakításra az intézményben. Én elsősorban ezt tartom előremutatóbbnak. Nyilván a másik pályázatra is szükségünk volt, de ez egy komoly fejlesztésnek minősül a betegellátás minőségi szempontjából. Saját forrás, illetve részben AEK támogatás, egészségügyi minisztériumi támogatás keretében valósul meg kórházkerítés kerül kialakításra, valamint egy kamera térfigyelő rendszer és egy beléptető rendszer közös kialakítása lesz még. Ezen fejlesztések mellett ezek a források apróbb betegellátás segítő betegágyak, kezelőeszközök beszerzésére is lehetőséget ad. Tulajdonképpen ez lesz a 400 millió forint keretösszegnek az összhozadéka az intézmény számára az idei év folyamán. Ezek a beruházások egyébként meg is valósulnak az év folyamán év végéig.